Az adás előtt fél perccel Ildikó azt kérdezte öntől, hogy mi a foglalkozás. Azt mondta, hogy erre nem tud válaszolni. Hogy nem tud rá válaszolni? Hát, mert hogy nem ilyen klasszikus foglalkozás van, de tudok klasszikusat mondani, egy iskolát szervezek, vagy vezetek. Tehát iskola, de nem vagyok hivatalosan igazgató. Iskola alapító? Ez egy jó definíció? Hát az egy foglalkozás, az nem olyan, amit egyszer csinál az ember. A foglalkozás az, amit minden reggel elmegy az ember, és estig csinálja. Akkor önnek mi a foglalkozása? Hát is, amit csinálok, az iskolát szervezek most. Több de eredetileg villamosmérnök vagyok, csak ez már nem látszik rajtam. Miért az látszik? Ezt nem gondoltam volna, hogy egy villamos mérnök az világi biztos, hogy valami érdekesség van egy benne. Időben látszik. Te akkor egy iskolát? Egy Budapest School nevezetű iskolát, ami több iskolából áll, de most már több mint 400 gyereknek csináljuk az iskolát. Angol nyelvű? Magyar nyelvű, csak Budapest az Budapest, a school. A school, csak az azért gondoltam, hogy én talán egy Budapest school, ha mondjuk van olyan ember, aki most hall erről először, akkor kettő mondatban hogy mondanál, hogy mi ennek a lényege, mitől más, mint mondjuk egy általános értelembe vett iskola? Leginkább az a különlegesség, hogy pár éve kezdtük el, és azt gondoltuk, hogy vegyük alapul azt, amit ma tudunk arról, hogy hogyan tanulunk, tehát az elmúlt 30 év pszichológiája, szervezetelmélete, mindenféle, és az alapján szervezzünk iskolákat. Ez volt a kiindulás. Amit én látok, hogy nálunk a gyerekek, épp ma valaki kérdezte, hogy mit látok a gyerekeken, sokkal aktívabbak, magasabb a önértékelésük, egy cselekvő gyerekek, akik akarnak és tudnak tenni a saját tanulásukért, és olyan furcsa módon szeretnek iskolába járni. Uh-huh. Tehát, hogy azt szeretik meg, hogy jó tanulni, jó közösségben lenni, jó dolgokat csinálni, és a családok is szeretik, hogy ott vannak. Az iskolában is közös pont volt az életem, hogy megfelelni a tanárnőnek, megfelelni a tónatanárnőnek, a történelem tanárnőnek, hogy jaj, édes jó Istenem, most hármas kaptam, mindig meg kellett felelni. Utáltam ezt a megfelelést, addig tekertem az ujjamat, amíg a vastag bőröm le nem jött például, mikor egyszer végre sikerült mégis egy négyest. Szóval én nagyon féltem az iskolába, állandó jelleggel. És féltem, ez elmúlik az emberből? Az idő előre haladtával? Ez a fajta megfelelési vágy? Ez nem múlik, ez a baj, hogy ez ellen állandóan küzdeni kell a pályán. És nem is értem, hogy lettem színész, úgy féltem, hogy elmondjak három ilyen fekete dőlbetűs mondatot, hogy valahogy, hogy tudom azt én elmondani, az én legkedvesebb tanárnőmnek. Nem tudtam elmondani, mert úgy izgultam. És akkor ez hogy oldja meg az ember? Nem tudom, mert ott is volt egy színjátszó szakkör, és akkor kimentem a színpadra, és ott rögtön Júlia volt, a Kleopátra, meg minden. És ott érdekes módon elmúlt ez. Aztán visszajött a pályán szépen, visszasunnyogott, tehát ez van egy ilyen dolog. És ez a megfelelés, ez inkább a kollégák, a rendező, a néző, a barátok, tehát hogy... Hú, ha nekem nem mondja meg senki, hogy ki néz engem aznap este, ezt már mindenki tudja, akkor menekülnek, mert titokban jöttek megnézni, erről is például le akarok szokni most még erre a kis időre, ami még van, hogy ne, Szabó István úgy nézett meg azért fösvénybe, hogy, és emlékszem, hogy meghajoltunk, és belém állt egy... De ez a vége volt... És így fölnéztem, és ott ült a diszpáholyban a Szabó István. De ez már jó volt, hogy akkor volt ott meg a Helen Mirren. Nagyon máshogy játszott Mirren. Volna, ha tudja, hogy a Helen Mirren, de nem, 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 a Szabó István nem van. Jó az, hogyha van az idegpályában egy ilyen... De ezt utálom, gyűlölöm, annyira utálom, hogy azért tudom néha aztán elengedni ezt. Ez tulajdonképpen egy kisebbségi komplexus. Az? Egyébként biztos, hogy az. Persze, hogy az. Ezt vannak olyan kollégáim, mondom, hogy Istenem, csak egy kicsit lenne bennem az, ami benned, akkor én mind, mert akkor az ember határtalan. De miért nincs önbe? Hát mi? Ez a fajta önbizalom. Hát nem, halló, miért nincs? Hát nem tudom. Hát az ember a sikerek nyomán, az idő előjel alattával csak építi mindezt. Az önképét, az önérzetét, az önbecsülését. De ma holnap meg is biztos lehet, hogy rossz lesz. Vagy mondjuk, ha egy szerep nem úgy sikerül például. Tehát ez, mondom, erre nincsen. Van, amit az ember tiszta szívből, hát annál nagyobb öröm, hogy ott lennül a nézőtéren az első sorban egy hölgy, és akkor tiszta könny a szeme, és közölök, mosolyog a szeretettől, engem tapsol, hát akkor azt látom, hogy és aznap én is jól éreztem magam. Akkor tud az ember igazán hatni. Tud mondani egy olyan pályatársát, aki például mindig úgy létezett, vagy létezik
színpadon, ebben a szakmában, hogy tele van önbizalommal, és mindig azt úgy elnézte, és azt mondta, a büdös életben én miért nem tudok ilyen lenni? Én tudok ilyet mondani, csak nagyon szeretem őt, és nem akarom, hogyha véletlenül hallgatja, hogy azt mondja, én ezt jó, én pozitíven mondom. Abszolút, én is pozitív. Szilágyi Tibor. Szilágyi Tibor. Tibor, akivel együtt nagyon sokat játszottunk pályánk elején, nagyon sokszor játszottunk együtt, és ő volt az, aki bejött, mint Petrokió, én meg kim, mint makrancos kata, készültem, hogy jövök be, és mondtam, neki mondtam ezt mindig, hogyha csak egy kicsit adjál nekem ebből, ami neked van, akkor nekem az még két szárnyat. De lehet, hogy ez kellett az én pályámhoz. Egyébként szerintem. Péter, önnek mi kellett? Mert azt mondta egy előadásában... Azt hittem, a kisebbségrendű komplexusaimra fogunk, ezt már készültem. Na, hát akkor beszéljük azt ki. Mire kapcsolatban voltak kisebbrendűség érzései? Voltak? Valaha? Egyébként vannak. Egyébként a legizgalmasabb, amikor Amerikába mentünk ki, én 2010-ben költöztem ki Amerikába, akkor egy szoftvercéget csináltunk San Franciscóba. Egyértelmű volt, hogy... Tehát ugye ezzel az akcentussal, most ezt angolul mondanám, akkor jobban lehetne érteni, Kelet-Európából jönni, Amerikába üzletet csinálni, hát azt nehéz nem kisebbségrendű komplexusra csinálni, de erre azt gondoltam, hogy nem baj, akkor jobbat kell csinálnunk, mint nekik. Tehát ez rakéta volt ilyen értelemben? Hát igen. Más területen esetleg, vagy más vonatkozásban érzett hasonlót? Nem nagyon lett volna rá oka, így, hogy így elmélyedtem az önéletben. Egyébként érdekes, ezt nem tudom mekkora nyilvánosság. Én még mi mai napig azt érzem a rózsadombiakkal. Tehát, hogy én Pesten nőttem fel a körúton, és nekem a rózsadombiak ott, nekik úgy mindig volt pénzük, mindig jobban sütött a nap, a budaiak, nincsen problémájuk. Ezt én pontosan látom, teljesen értem, hogy értelmetlen a dolog, nem így van. És a mai napig megvan, pedig mai már napig, nem mai oka. Napig azért, hogyha ott a Széll Kálmán tér környéken vagyok. Ez de én így vagyok a Váci utcával. Én mikor a Pesti Színházban próbáltam, meg játszottam, hátulról mentem be mindig. Én nem akartam végigmenni a Váci utcán. De miért? Nem tudom, úgy éreztem, hogy én nem vagyok valami. Én Rákos Csaba új telepen nevelkedtem. És a harmadik kerületben, ami nem rózsadom, nem tudom, az olyan belváros ott. Ott mindenki olyan nagyon jó szagú, ott olyan üzletek vannak, ahova én úgy nem engedhettem meg akkoriban, vagy nem tudom. Tudod, ez régen volt, ma már ez nincs meg. Olyan ma már egyáltalán nem járok arra, szóval ma már eljutottam oda, egyáltalán nem is akarok, nem. Péter, önnek ilyen magától értetődő volt nagyon sokáig az élete, ugye? Tehát olyan... Jöttek a lépések egymás után, a sikerek, olyan nagyon nem volt az a izgulós típus, a kihívásokat magerőt görgető, olyannak gondolom, aztán majd lehet, hogy kijavít, szóval olyan ment magától. Kijelölt út, nem? Hát én azt gondolom, hogy mondjuk 25 évesen volt egy pont. Igen, tehát hogy úgy minden jól ment, én nem voltam állásinterjún. Hogy nem volt állásinterjún? Mert hogy az egyetemi tanárom ment, az később Origó lett. Én az Origónak voltam, hanem egyik ötödik munkatársa, az még egy másik Origó volt. És... Tehát, hogy úgy mindig jöttek a lehetőségek. 25 évesen megkérdezte a későbbi PhD, hogy hívják ezt, vezetőm, hogy Péter, akkor te igazából mihez értesz, mert akkor arra kéne specializálódni, és akkor gondolkoztam, hogy fogalmam sincs, hogy mihez értek, hiszen... Mert addig úgy mindenhez értett, úgy kell elképzelni? Hát mert hogy igazából nem csináltam addig úgy semmit. Tehát volt egy mondás a bátyámnak, hogy az a jó, akinek jó jegyei vannak, de szorgalomból hármas. Mert hogy aki szorgalomból ötös, és úgy vannak jó jegyei, az stréber, az egy okol. Tehát, hogy nem nagyon voltak ilyen erőfeszítések, hogy vegyenek fel a nem tudom én hova. Hányas volt fizikából, matematikából? De aztán nem vettek fel, ha belekaparok, akkor azért nem vettek fel. De hányas volt? Ötös? Ötös. Nem. Nem? Nem, engem nem vettek fel egyetlen. Én azért nem lettem ötös. Mert akkor az kellett volna. Ja. De hogy nekem rögtön akkor volt párkapcsolatom az egyetem alatt, a bénáknak nem volt párkapcsolat. Tehát, hogy én nekem nem kellett bulizni, járnom, hogy legyen párkapcsolatom. Aztán elváltam 24 évesen.
24, akkor ez egy gyors? Az egy gyors házasság. Akkor mentem el először terápiába, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy legyek. Hogy lehet, hogy döntéseket kell hozni ezen túl az életben, és akkor lehet, hogy nem minden úgy van, ahogy elsőre kell. 5 évig tartott azért, amíg eljutottam oda, és hát meg kellett érteni, hogy miért van az, hogy nem az, hogy miért váltam el, amíg házasodtam meg. 6 hónap a házasság után. Ha ránk tartozik, azt elmondja, hogy miért? Tehát azon túl, hogy nyilván szerelmes volt. Nem, nyilván, de annak milyen boha kellett. Meg nyilván szerelmes voltam, meg nyilván ez, hogy hát mindig, tehát hogy nem kell dönteni, uh-huh. nem kell küzdeni. Tehát ami ott van, azt el lehet azt használni. Most ez rosszul hangzik a használat. Nem, én úgy gondoltam, hogy ilyen kihat, tehát, nem kihasználni, hanem igen. élni vele. Vagy tehát, hogy valószínűleg kellett volna gondolkozni előtt, de a gondolkozáshoz kellett volna az az ész, hogy vannak dolgok, amikről kell gondolkozni. Uh-huh. Tehát ölébe pottyantak könnyen a dolgok, és tulajdonképpen nem is nagyon mérlegelte azt, hogy ez jó döntés, vagy sem. Adta a sors, másnak nem adja, ezért nekem ezzel élnem kell. Én azt hiszem, ez volt. És akkor ott egy egészen komoly kompenzációs időszakom jött. Én például, nem, ahogy mondtam, nem nagyon jártam bulizni, de azért azt rendbe tettük néhány jól. Nagy kanállal bulik. Igen, volt egy Porsche-nk. Porsche-ja? Egyetemi tanársegéd voltam abban az időben. Az a, ugye, a legalacsonyabb rang az egyetemen, olyan is a fizetés. És egy egyetemi tanársegéd társammal vettünk egy 33 éves Porsche-t, és az tényleg rendbe teszi az önbizalmat. Tehát, hogy mondom bármit, de azért... Hát azért egy Porsche. Az ő van egy Porsche. És... Jaj, Istenem, sose volt Porsche. Az, hogy az ember... Kinek mire volt szükségem? Ha már nekem sincs rá szükségem, akkor ott kellett. Mert hogy egy picit... Ki is kezdi az ember önbizalmát, hogy először életében 24 évesen találkozik egy kudarc élménnyel? Volt egy papírom rá, hogy alkalmatlan vagyok párkapcsolatra. Ez a válásod azt jelenti, hogy alkalmatlan hát én akkor úgy éreztem, hogy alkalmatlan vagyok bármire, nem hogy párkapcsolatra, és utána azért az a maszlói piramis alján van, azt hiszem, vagy a második szintjén. Tehát, hogy az nekem egy elég komoly kétségbeesés volt, hogy most akkor mi van. Addig... Az az ember, akinek ilyen könnyen jönnek a sikerek, és tudja is magáról, hogy tehetséges, egy picit, akár csak utólag visszagondolva, kapta magát azon, hogy gőgös. Tehát, hogy igen, én azért nagy király vagyok, okos fiú vagyok, nekem ez megy, nektek nem megy. Hát én szerintem ma is tudok gőgös, tehát ugye a hűbrisz ellen folyamatosan tenni kell. Tehát, hogy... Mikor kapja magát azon, hogy kicsit gőgös? Milyen élethelyzetben ma? Csak ma volt egy meetingünk, ahol mondtam, hogy lehet, hogy elitista vagyok, tehát, hogy ezen tehát tudatosan kell gondolkozni szerintem, hogy, vagy nekem, hogy főleg akkor, hogyha elhívják az embert rádióba, vagy írnak róla, hogy azért emberek vagyunk elsősorban, és nem tudom, média felületek. Vagy... De ez egy picit, hogy csak megkapargassam, ez abból fakad, hogy az ember tudja magáról, hogy okos? Nem, szerintem abból fakad, hogyha nagyon sokan valamiért olvasnak engem mondjuk, vagy elhívnak ide egy műsorban, valószínűleg azért, mert azt gondolja, hogy majd engem meg fognak nézni, akkor könnyű elhinni, hogy tényleg okos vagyok, pedig nem biztos, hogy én vagyok okos, vagy, tehát nagyon könnyű elhinni szerintem, hogy csináltunk egy céget, ami több száz millióan használnak. Ez a Prezi. Ez a Prezi. Ami Magyarországon elég híres lett. Nagyon könnyű elhinni magamról, hogy azért, mert én okosabb vagyok, vagy valamit jobban csinálok, és mit tudom én, de azért a sikereim 50% az a szerencse volt. Igen? Igen. 50%-ot mondaná a szerencse? Én azt gondolom, hogy igen. Hol csíphető nyakon az ön esetében a kulcsmomentum, amikor ott a szerencse volt ön szerint? Hát akármit megnézek a történetben, sok embernek véletlen találkozik. A Prezi történet úgy indult, hogy hárman találkoztunk különböző módon. Az, hogy mi miért találkoztunk, hogy miért abba a kutatóközpontba jött el az Ádám svédor, miért akkor, én akkor miért értem rá, a Péter a másik alapító, aki el akart vinni Svédországba, mert ott dolgozott, és akkor én nemet mondtam, mert épp akkor itt Magyarországon volt egy projekt. Tehát az egész nagyon sok
hogy a Prezi, ami egy ismert termék, az azért, azért lett, mert akkor a Microsoftot utálta a világ. Tehát, hogy ez akkor volt, meg volt egy 2008-as világválság, amit mi ki tudtunk használni, mert akkor mentünk épp előre. De hogy ezekről nem én tehetek. Nagyon könnyű azt hinni, hogy a tehetségem, a képességem, a gyakorlásom, az anyám, akármi, de hát azért nagyon sok az egészben egy véletlen. Az a kérdés, hogy azzal, hogy amit én ezáltal kaptam, én ezt mire használom? A pénzt, a hírnevet, hogyan tudom arra használni, hogy attól jobb legyen a világ. Tehát, hogy csak ezt, hogy ezen sokat időt töltöttem, az, hogy a pénzem az nem a hatalom, vagy hát hatalom, hogyha van pénzem, vagy van hírnevem, az hatalom, csak az viszont az én döntésem, hogy mit kezdek azzal. Hogy most elindultam az oktatásba. Én tudom, hogy a Budapest School sikerének fele 5 évvel ezelőtt az volt, hogy mindenki azt mondja, ja, ha a Prezi is csinálja, akkor biztos jó. Ez nagyon idegesítő tud lenni. Nagyon hasznos, meg kinyílnak ajtók, de nagyon idegesítő. Miért idegesítette? Hát, hogy mi lesz? Mert nem is értékelik, amit csináltam. Olyan okos dolgokat, olyan ügyes, olyan tanárok vannak. De ez nem érdekes, mert ha a híres ember csinálja, akkor biztos jó. Ezen tudatosan le kellett építeni, hogy ne a hírnevünk, hírnevem miatt nézzenek, hanem amit csinálunk. De Péter, nem lehet az, hogy nem a hírnevét nézték, hanem a kreditjeit, a teljesítményét? Hát az nem ugyanaz. Hát az nem ugyanaz, szerintem. Na, tehát ez más, hogyha iskolát épít, és más, amit előtte csinál. Igen, de hogyha az ember értőkézzel épített föl valamit, ami szabadalom lett, és világszinten jegyzett valami, akkor csak föl tud halmozni annyi bizalmi tőkét mások személyen, hogy azt mondja, hogy ez az ember valószínűleg ért mindahhoz, amit csinál. Ez nem a hírnévnek a... Hát ez ebből jön a hübrisz, tehát hogyha én értek valamihez, akkor értek ahhoz is. Nem ezért. Hát egyébként színész is lehetnék. Hát persze, hát azt mondom, hogy ez egy más út. Igen, de pont ezért váltott valami egész más, hogy talán magának is bizonyítson olyan értelem, vagy akkor ezt is meg tudom csinálni? Ez lehet. Én nem tudom, én bocsánat, én azt láttam, vagy azt hallottam ki ebből, hogy valami jó ügy érdekében. Ebben én biztos vagyok. És de hogy... Hogyha jó, ha ezek a, akár az iskola, akár a másik, hogyha az egy jó ügy érdekében megy, akkor ezek a mindenféle mellékszálak leesnek róla, mert egy hordozó rakéta, szóval megy fölfelé a rakéta a holdba, és a többi, az a többi, ami hiba, ami gáncs, ami esetleg tévedés, az le fog potyogni, mert ott van az a cél, hogy az jó. Ez egyáltalán nem mond ellent szerintem annak, amit én keresztem. Biztos, hogy így van, és hogy Pétert ilyen nemes cél is vezeti, de hogy azért az ő helyzetében, az ő státuszába, kijelölt úton, tulajdonképpen kényelmesen a Prezit elvezetve, olyan nagy kockázatot már nem vállalva, meg lehetett volna ugyanezzel a reputációval. Ő mégis egy számára bevetetlen területen próbált szerencsét, de... és erre próbáltam utalni, hogy ebbe kellett legyen egyfajta bizonyítás is. Ez biztos, sőt, akik hasonló helyzetben vannak, mint én, egy ismert probléma, hogy amikor egy karriert abba hagy az ember, hogy ezeket a cégeket abba szoktuk hagyni, akkor utána jön a depresszió, és akkor én tudok-e még egy ilyen híres, ilyen jó, ilyen jól menni, valami. Tehát, hogy én tudok titkot tartani, önt is elérte? Igen. Igen? Én azért elég komolyan dolgoztam 2015-ben, hogy elengedjem ezt, hogy nem kell nekem második Prezit csinálni, tehát nem akkor leszek jó ember, hogyha még egy Prezit csinálok. És most nagyjából egészében ilyen értelme harmóniába került. Tehát az a része, hogy elindult a Budapest School, siker is. Tehát az embernek van egy megnyugvás érzése, nem? Hát volt egy terepa után, több is volt, akivel erről beszélgettem, hogy miért nincs megnyugvás érzés? Hogy ez hol van? Van megnyugvás érzés? Nem, én szeretném ezt a terapeutát elkérni ennek a telefonszámban, mert ez milyen jól jönne nekem, és néha komolyan mondom, mert éppen keresek egyet, de még sose volt, de most keresek. Biztos, hogy van egy olyan mag, amit el kell még érni. Hát még fiatal. Hát még biztos, hogy van még egy valami. Biztos. Hát meg a hiúság is ott van, nem? Hát az... Szerintem a hiúság is ott van, a építési vágy, én azért egy mérnök ember vagyok, mert szeretek dolgokat csinálni, most oké, hogy nem cipőfelső, hanem iskola, azért az egy nagy kihívás, hogy össze lehet rakni. De van az emberben egy olyan, most nyilván kicsit karikírozom ezt a példát, hogy egyszer
utcát nevezzenek el róla? Tehát most érti, mit akarok mondani? Egy az nagy dolgot hozzak. Az minek? Az már az minek? De hogy egy nagy, az olyan legyen, dolgot, hogy, hogy nem tudom én, Isten igazából fönnmaradjon a nevem. Egy ilyen ambíció fűti az embert? Különösen egy prezi siker után? 2010-ben volt először az, hogy elmentünk a feleségemmel szállodai szobába, bekapcsoltuk a tévét, mert nincs tévénk, tehát hogy én mindig megnézem a tévét, és a BBC-n a preziről beszéltek. Tehát, hogy elviszem a feleségemet szállodai szobába, nincs ott BBC-n, és akkor azt éreztem, hogy Jézusom. Megijedt? Igen, tehát, hogy most egy külföldiek ott rólunk beszélnek itt. És aztán rá kellett jönnöm, hogy ma már a vizuális prezentációk, vagy, tehát, hogy a prezi az meg fog maradni. Benne van a történelem könyv. Ez kész. Most már engem más érdekel. Tehát, hogy és megnyugvást mégse jött, hozott. Ne, én nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy én azt hiszem... Ez jó érzés. Azért ez egy jó érzés. Azért az... De hogy vannak új kihívások. Tehát az, hogy bekerülni a történelem könyvbe, az szerintem, én nem tudom, lehet, hogy valakit ez hajt. Szerintem sokakat. De szerintem ez legyen egy ilyen, hogy mondják, ez salak, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy csináljunk, legyen jobb embereknek ma, aztán az, hogy majd 30 év múlva mit gondolnak rólunk, az 30 év múlva döntik el. Akkor mikor jön el ön szerint a megnyugvás? Sok 10 000 forint óránként. Szóval... Úristen! Nem tudom. Ha már erről beszélgetünk, szerencse meg BBC. Művésznő úgy gondol arra, hogy a bizalom nem nyert Oscar-díjat. Nagyon kevésen múlott szerintem. Akkor azt a filmet, Szabó István egészen kiváló filmjét tartották akkor külföldi film kategóriájába. Igazán esélyesnek. Első 5-ben benne volt. Első 5-ben benne volt, és nem akarok hülyeséget mondani, de valami komoly angol lap címlapján jelent meg emlékeim szerint. Én nyújtok ezzel, mindenhonnan kaptam újságokat. Igen. Hogy ez, és mégsem nyert. Hogy hát, azon elgondolkodik az ember, hogy nagyon másképp alakult volna az élet. Dehogy is. Nem? Magyarországon semmi nem változott volna attól. Nem. Ezt most komolyan mondom. Utána, amikor a Mephisto megnyert, és hát abban is ugye ottan szerepeltünk, vagy semmi nem történt. Küldtek leveleket. Szóval az Oscar-díj semmit nem jelentett, és azt hiszem, hogy senkinek semmit nem jelentett. Dolgoztam angolokkal, amerikaiakkal, tényleg mehettem volna, még fel is hívtak telefonon Londonból. Én nem tudtam volna elhagyni az országot. Tehát engem hiába hívtak volna, megpróbáltak cseh filmbe például, mentem volna 2-3 hónapig. És nemet mondtam, mindenféle hülye kifogásokat találtam. Ott nem jelentettem volna semmit. Itt bemegyek a közérbe, és azt mondják, hogy otthon fejtettem a pénztárcámat, azt mondják, hogy nem baj, hát Ildikó, mert a művésznőt nem szeretem, mindig mondom, hogy van egy nevem, jó. De lehetőleg Ildikónak, tessék engem szólítani. Én is Ildikónak hívjam? Nem igen, művésztőnek hívtam. Nem, azt észre se vettem, na. és akkor azt mondja, hogy nem baj, akkor holnap behozza. Nem, Közép-Európa legnagyobb színésznője. De amikor meg volna. Volt lehetősége kimenni, akkor meg nem ment. Hát nem, mert volt egy kisfiam például, akkor kicsi volt, például ezek nagyon meghatározták az életemet. De azt mondja, hogy Közép-Európa legjobb színésznője. Azt szerettem volna nagyon lenni, igen. Nálunk forgatott a BBC, a teraszon. De azt ki dönti el, hogy ki Közép-Európa legjobb színésznője? Hát egy helyzet, szerintem egy helyzet, uh-huh. egy olyan szerep, ami... De nagyon sok mindent megkaptam, tehát az, hogy én az angol királynővel ebédelhettem, vagy mondom, kim volt nálam. Az nehéz lehet. Az összes villa, az nagyon helyes volt, mert igen, mert egy U-alakú asztal volt, és a Göncz Árpád és a királynő ültek ott, és akkor itt volt egy bodyguard mellettem, és egy magyar politikus, és én voltam az egyetlen színésznő, és szembeálltak a pincérek, ugye, rezzenistelen arccal, és akkor lehetett tudni skubizni az aranykanál, nem tudom, micsoda. Én lehetett is, akkor az egyik ilyen nagyon helyes volt, mert szerettem, hogy nagyon szépen akartam menni. És nagyon szépen szúrtam bele a kis picike sárgarépába a villámat, hogy szépen majd ugyanba. Szépen nem, hogy szépen, hogy majd én abból egy picikét, és az egész becsúszott a számba, és úgy, ahogy volt, lenyeltem egybe, de nem akartam
és szembe a magyar pincér, az kész volt. És nekik nem szabad, hogy megváltozzon a bőrszínük, de az lila, zöld, kék, sárga, mert nem lehetett nevetni, semmi nem, de ez a bodyguard, akinek elmagyaráztam, akkor nagyon jól beszéltem angolul, mert éppen egy angol kurzusra jártam, és akkor már 3 hónapja, és hát jött belőlem az angol, tehát abszolút ez nem volt akkor kérdés, annyira sajnálom, akkor tudtam a legjobban egyébként. És utána ez a bodyguard bemutatott engem, oda vitt, hogy most akkor bemutat a királynőnek, mondom, hogy nem kell, de, és oda vitt, és akkor hát ugye megvolt a nice to meet you, szóval megvolt, hogy hogy, és mondták, hogy ha a királynő megszólal, akkor azonnal abba kell hagyni a beszédet, bárhol tartok. De hát én egy nagy beszédű vagyok, ez látszik. És valamit megszólalt a királynő, és én befejeztem a mondatot. És nagyon érdekes volt. Megváltozott a szeme, beszűkült. Semmi nem történt, ugyanúgy mosolygott, és utána is folytattuk a beszélgetést, de teljesen lett egy pont a szeme közepén, és vissza. És ennyi volt az egész. Viszont az én pincérem a végén, mert ott volt mindenki, az élsportolók, a színházigazgatók, és mindenki, és én meg föntről jöttem a lépcső lefele. Ez például egy nagyon jó kis ilyen önbizalom gyakorlat volt nekem, hogy onnan jöttem, akkor szerződtem el a Víg Színháztól egyébként, és úgy lelkileg az jó jött nekem, és akkor mindenki kapott egy italt, és kapott egy kis szendvicskéket, és akkor az egyik rendezőnő mondta, hogy nem lehetne, hogy ő még inna egy viszkit, és akkor kaptam a pincérem, és akkor mondtam a pincérnek, hogy ő szeretnénk itt egy viszkit, én meg szeretnék egy kis vörösbort még kérni, és akkor hát 3 perc múlva 4-5, nem emlékszem pontosan, pincér állt velem így szembe, és mindenkinek hozták nekem neki a viszkit, nekem meg a vörösbor, talpas poharakba szépen, és az én pincérem az 3 deci vörösborral állt ott, hát ezt nem tudtam mind megint, amit hoztak, mert hogy annyira megnevettettem ezt az én drága jó pincéremet. Egy fantasztikus este volt, fantasztikus. Azt lehet tudni, hogy az alatt a szűkre szabott időben miről lehet beszélni egy angol királynővel? Mi? Hát mi akkor is, volt a Gönc Árpádnak a Kő a Kőn című darabja ment a tévébe, felvették tévére, és én annak voltam a női főszereplője. És akkor mondta Gönc Árpád, hogy hát egy színész, hát ők ketten beszélgettek. Nem tudom, hogy kerültem oda, a Gönc Árpádot is megkérdeztem, hogy azért kerültem be? Mert esetleg az maga darabjába én, és nem, fogalmam nincs, hogy én voltam ott egyedül, hogy miért, és elmondta, hogy van egy darab, és annak én vagyok a főszereplő, az holnap után lesz a televízió, és az angol királynő mondta, hogy hát jaj, sajnos ő már azt nem tudja megnézni erről, és utána egész este jöttek és fogták a kezemet, hogy fogjam meg, pipi. Akkor még úgy hívtak, ugye 20 éves, hogy pipi, mert levágták olyan, milyen kész rövidre. És akkor fogdosták a kezemet, hogy, és mondom, akkor nem mosok kezem most 2 hétig, hogy az angol királynőbe, de hát ugyanígy. De ez egy pár perces beszélgetés volt, gondolom erről perces, a darabról. Pár perces, igen. Diana-val is találkoztunk, a követsége, meg a Charles-a, azon nem beszélget, mert az nekem nem tetszett sose, de a Diana borzasztóan kedves volt, és kibújt a cipőjéből, és olyan volt, mint egy ember, állati jó volt ez az egész. Szóval ez például úgy jelez valamit, hogy egy úton vagy, aminek azért vannak ilyen talán természetesnek tűnő kis részletei, hogy BBC is ott forgat, és hát meg, hogy egy állomás, persze, hát az ember állomás, és aztán utána jött a rendszerváltás, és az összes tévéfilm megszűnt. Másnaptól semmi munkánk nem volt, csak a színház maradt. De nincs önmegkeserűség. De ez engem bántott, mert akkor, ha nem volt 5-6 forgatókönyv az asztalon, akkor egy se, és akkor egyszer csak egy se volt. De ez meddig tartott? Ez nagyon sokáig. Sokáig? Hát most sincs tévéfilm, tévéjáték, most sincs, ez nincsen. De azért önt elkényeztette a mozi, nem? Hát, sokat játszott, nem annyira? De, hát nem. Nem? Hát nem, hát azt mondom, hogy az én koromban például kint a Mary Streepék, meg a Diane Keaton, meg többieket, azok egykorúak velünk. És mi le vagyunk ejtve, szóval mi ránk nem, pedig a közönség ugyanúgy kíváncsi, akit megszeretett fiatalon, ugyanúgy kíváncsi idősebb korában is. De nálunk erre egyáltalán nem tud mondani mondjuk az elmúlt 10 évből egy olyan magyar filmet, amiben látott egy olyan szerepet, amire csettintett, és azt mondta, hogy na basszus, Ildikó, ez hogy miért nem te játszottad? Volt ilyen? Most nem tudok ilyet mondani. Az elmúlt 10 éve. Mondjon nekem, mondtam a filmeket, nem.
Készülnek. De azokat a fajta filmeket, hát jó, hát igen. Ugye filmekből nincs elég, vagy szerepből? Már olyan szerepből. A film az most egyre több van. Hát talán nem. Elég sok van, igen, meg hát sorozatokban is részt vettem. Kettőben is, azt is kipróbáltam. De az a fajta, engem nem talált meg az a fajta, amit mondjuk a Fehér Gyurival, vagy a Mészáros Mártával, vagy Grünwalszki Ferivel, vagy a Szabó Istvánnal. De csak filmen, vagy színházban is van azért hiányérzete, hogy nem kedves szerint foglalkoztatják? Hát most pillanatnyilag felmondta, már úgy értve, hogy ugye nem vagyok állásban, hogy így mondjam. De itt volt, amit nagyon szerettem, volt az Ügynök halálát például nagyon szerettem, vagy a Házasság Palermóban azt is úgy szerettem. Macskajátékot is szerettem. Jó, de abból volt 6 előadás csak, végül is abból nem lett. De ezek folytatódnak most, hogy eljött a Vígszínházba, nem? Hát ők, nem tudom, hogy ők, de én nem. Ön nem? Nem, én nem. Tehát a Macskajáték az Udvaros Dorottyával is valakivel fog folytatódni? Vagy igen, értem. Igen. De ha máshol előveszünk, akkor az lehet, de ez erről nem tudok. Tehát ön nem megy a Nemzeti Színházba játszani, hát ha jól értem. Én, ha most felálltam, akkor... De van olyan, hogy egy színész van a kifutó olyan darabokat még azért játsza. Én értem a kifutókat, hogy amikor ő eljön, de még van benne 20-30 előadás, azt még ő végigjátsza, nem? Azért ilyet láttunk már. Igen, de ez másféle jövetel volt. Értem. Mint hogy simán eljöttem, és azt mondanám, hogy eljöttem az Új Színházból is, de azért még elmentem, eljátszottam ott a darabokat. Hát persze. De ez most olyan volt, amikor azt mondtam, hogy nem, hogy... Hát most én már akkor nem tudok visszamenni. Tehát ez más volt, mint az Új Színházból. Más. Meg a Vígszínházból, igen. Uh-huh. Feleségem azt mondja, a feleségem, hogy olyan voltam régen, mint egy hal, nem lehetett látni az érzelmeket az arcomon, uh-huh, de most már kezdek rendes ember lenni, ezt ő érte el. Aki pszichológus, ugye? Aki pszichológus. No. De főállás, vagy ebből a szempontból inkább a feleségem. Ma is magukan mondják, hogy nem látszik az érzelmek, nem látszik az arcomon, de ő azt mondja, hogy nagyon nagy változás van. Tehát én azt gondolom, hogy például szociális képességekben sokat tanultam az elmúlt 10 évben. Azt hiszem, hogy jobban tudok empatikus lenni. Ez nem volt jellemző korábban? Nem ezzel foglalkoztam, uh-huh, majd jobban tudtam számítógépes programokat írni. Valószínűleg ma jobban tudok meghallgatni embereket. Amióta mondjuk menedzser vagyok, azóta, meg lehet, hogy azóta, mióta 40 éves vagyok, vagy jobban tudok embereknek problémáira rezonálni, és nem mindig adni tanácsot. Tehát, hogy szóval korábban tanácsot? Nem, de hogy nem érdekelt annyira, de menedzserként a munkádnak a nagy része az, hogy emberekkel beszélgessél arról, uh-huh, hogy ő neki mi a problémája, hogy miért, a mi akadályozza épp most, kb. Ez a munkád, mert egyébként megcsinálja mindenki, amit akar. Egy volt tanárod azt mondta, hogy túlságosan is pragmatikus voltál. Ez talán az általános iskolai osztályfőnököm volt? Nem, ez szerintem egy főiskolai, egyetemi tanár. Tényleg? Nyilatkozta, nem nekem mondta, én ezt most elmélyedtem. A Péter már túlságosan is pragmatikus. Ezt mondta rólam valaki? Igen. Ez lehet. Lehet? Hát... A pragmatikus az nagyon racionális ember, nem? Én azt hiszem, nagyon racionális vagyok, analitikus vagyok, tehát amikor emberekről beszélünk, akkor is. Most, hogy tanárokkal dolgozom, én ezelőtt szoftvermérnökökkel dolgoztam. Nos, most meg tanárok. Uh-huh. Azért nagy a különbség a két iparág között. De én ezt, tehát hogy igen, én racionalizáló vagyok, hogyha... Ennek a pozitív, meg a negatív, vagy analitikus gondolkodó és racionalizáló. A terapeutám azt mondanák, hogy mindent olyan kognitív szinten gondolsz, hogy érted, hogy nem abból indulok ki, hogy jaj, a testemben ezt érzem, hanem hogy mi a gondolatom. De egyébként hajlamos vagy szentimentalizmusra? Az a típus, hogy aki el tudsz lágyulni. Elsírom-e magamat filmeken? Nem, ide akartam volna kiukadni, de ha el tudom. El tudod? Egyre többet egyébként. Igen? De milyen filmen? Jaj, ebben nem menjünk bele. A szerelmes film. A szerelmes film. Tényleg? Mi a Pretty Woman-en? Nem. De most egyébként az jutott, csak hogy például az gondoltam, beszéltünk arról, hogy nekem anyukám, hogy van,
4 éve halt meg. És arra emlékszem, hogy a temetésen milyen jót tudtam sírni. Uh-huh. És azt például előtte nem gondoltam volna magamról. Tehát, hogyha megkérdezed tőlem pár évvel, hogy én fogok-e sírni anyukám temetésen, hülye kérdés, ne kérdezz meg senkitől. De, persze. De akkor azt gondoltam volna, hogy nem, mert hát temetünk, és akkor már minek, vagy nem tudom. Tehát, hogy... De hogy azért ezek így tudnak változtatni az életemet. Most, hogy tanárokkal dolgozom, meg az elmúlt 5-10 évben, hogy sokkal többet, a feleségem úgy mondná, Linda úgy mondná, hogy többet nézek emberek szemébe, de hogy jobban is érdekel ez. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon szeretek mai számítógép programot írni, annak az az előnye, hogy egy géppel vagyok, és nincsenek érzelmek. De ugyanakkor, ha belegondolok, a legjobb élményeim az, amikor öten ülünk körbe, és valami nehéz dolgon, vagy kreatív dolgon túljutottunk, és megoldottunk, vagy valami nehézséget meg tudtunk beszélni. Hívjuk ezt munkának. Tehát, hogy ezek az élmények sokkal többet vannak most az életemben, mondjuk, mint 10 éve. Úgyhogy ezeket a képességeimet is gyakorlom, mert ez is olyan, mint a színészet, hogy ezt is lehet gyakorolni. Azért te nagyon önreflexív és fejlődni akaró ember vagy. Személyiség tekintetében is, ugye? Iskolát csinálok. Ennek az iskola definíciója fejlődés. Tehát muszáj, hogy fejlődés. Én is a fejlődéssel foglalkozom. Hát a gyerekemtől azt szeretném, hogy ebből ilyen nagy legyen, és tanuljon. Akkor muszáj nekem is tanulnom, mert egyébként mit mondok neki? Tanulj, fiam. Magadért. Ezzel gondolkozom most a színészeten, tehát hogyha minden darab egy új dolog, amit tanulni kell, akkor az is. Állandó útkeresés. Igen, rohadt rossz lehet ugyanazt igen. A darabot. Hát igen, mert nem tudom, igen. De egyébként nagyon érdekes, csak hogy mondta, hogy belenéz az emberek szemébe. Feltűnő volt, hogy bejött, és akkor megállt, és bemutattak. És akkor én is felálltam az előbb. És egy ekkora tágra nyílt szemmel találkoztam olyan nagy kíváncsisággal. Ez nagyon-nagyon érdekes volt, hogy na, te ki vagy? Vagy hogy nézel ki? Vagy milyen ember lehetsz? Vagy mit sugárzol? Uh-huh. Hát ez a, hogy mondjam, a szokmájának az egyik tartópillére, nem? A kíváncsiság. Most, igen, amit, a igen, kíváncsiság. Igen. Hát a nyitottság... Én csak azt akarom mondani, vagy üzenni a fiataloknak, ez egy tanult képességem, és ez is tanulható. Lehet az emberek szemébe nézni, és ezt meg lehet tanulni. És korábban hogy fogtál? Tehát ha 10 évvel ezelőtt mutatlak be Bánsági Ildikónak, akkor az hogy nézett volna ki? Valószínűleg nem tudom. Tehát, hogy... Félre nézel? Igen. Vagy aha, hello. Igen. Nagyon, nagyon. Én emlékszem, tehát amikor ezt elkezdtem tudatosítani, azért ez egy nagyon... Számomra egy ilyen félelemmel, hogy most mi lesz? Voltam ilyen gyakorlatokon, különböző workshopokon, hogy valakinek a szemét kellett nézni 2 percig. Valószínűleg a színészek ilyet csinálnak, ezért folyamatosan. Így képzelem a színészképzésnek ez részt. Hát igen, a próbák elején nagyon nézzük egymás szemét, igen. Mert hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha most ő azt mondja, hogy vagy, akkor én miből mondom azt, hogy kösz. Vagy miből mondom azt, hogy köszi. Vagy szóval, hogy ez, és utána már, mikor már ki megtaláltunk egy-egy jelenetet, akkor nem biztos, hogy állandóan nézzük egymás szemét, mert már tudjuk, hogy ő körülbelül hol tart gondolatilag, érzelmileg. Az a köszi, amit én az előadáson látok, az a próbán úgy született meg, hogy valahogy úgy nézett önre a partner, hogy az a köszi megszületett. És ez a köszi, az már egy rutinos köszi lesz. Nem, sose lesz rutinos köszi, mert a rutinos köszi az nem köszi a színpadon. De úgy hát, hívja elő, tehát ő neki ugyanazt kell csinálni a Hauman Péternek, ha vele próbálta a köszit. Ugyanazt kell csinálni a minden előadáson, hogy az a köszi olyan legyen? Hát mondjuk normál esetben igen, mert ez egy kigyakorolt út. Tehát tudjuk a gondolatok egymás utániságát követni, és abból lesz innen ide egy út. De az a fantasztikus előadás, amikor ezen belül is történnek csodák. Uh-huh. Amikor valakiben még úgy mélyebbre megy, és nem is gondolná, hogy esetleg ezt még mélyebbről tudja megfogalmazni. Uh-huh. És akkor a partner is hirtelen szárnyakat kap. Hát ez most egy nagyszerű partner kapcsolatról beszélek. Persze. Most. És akkor az még hozzáad, és akkor ő is tud egy olyat mondani rá, és az is mond rá, és akkor abból olyan fantasztikus dolgok tudnak születni. Összevonta a szemöldökét, mikor a
Péter annyit mondott, hogy kapott egy papírt arról, hogy alkalmatlan a házasságra. Ön is vált, a művésznő is vált. Kétszer. Kétszer. Hogy... Kétszer. Kétszer. Hogy jól láttam, hogy úgy meghökkent ezen a mondaton. Ezzel ő nem ért egyet. Hát, hogy az egy papír. Igen, mert én ott befejeztem valamit, és nem mentem terapeutához. Hanem... De azért az nem volt könnyű. Tehát azért sokat gondolkodott, gondolom mindkettőn. Hát, hát mi... Hát én 25 évesen mentem férjhez először, 24-25, tehát amikor ő vált, akkor mentem én először férjhez. És akkor mentem vidékre, meg nem tudom mi, vidéken voltam színésznő, és nem volt pénzem, és kötöttem neki pulóvereket, mert nagyon szép időszak volt, és amikor az ember... Most Jeles Lászlóról beszélünk? Az első András. Jeles Andrásról, bocsánat, nem, Jeles Andrásról beszélünk, igen, persze. Jeles Andrásról. És hát mire oda rá, elér az ember odáig, hogy elválik, ezek nagyon fájdalmas út, nagyon. Szóval én arról nem kaptam papírt, hogy alkalmatlan vagyok. Másodjára válni az olyan, mint a második gyerek, hogy már könnyebb. Nem. Egy válás az egy halál. Mindenképpen. Amikor nagyon fiatalon válik az ember, akkor még nem olyan mély halál, de azt is nagyon megszenvedi, és ott nem volt gyerek, meg ha bár szerettem volna azt is, de mindegy. De abba is beleszakadt a szívem, azt tudom, de és nagyon sokáig fájt ez nekem, meg neki is, amíg most például nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy ő volt a férjem például, ez komolyan. Most Gáspár Sándorról beszélünk. De most még mindig, most még mindig a Jeles Andrásról beszélünk. Okay? Igen, 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 mert nagyon sokszor valahogy szóba került, hogy a pályám elejéről sokat beszélgettük az utóbbi időben, és akkor ott mindig előjött, hogy ő miben segített, és hogy mennyire másfajta világ volt ő, mint aztán 25 évig a Gáspár Sándor, az egy másik történet, de én nem beszéltek a válásomról, mert megígértem a gyerekeimnek, hogy, mert már rég elváltunk, és azt mondták, hogy hogy lehet erről beszélni, mikor már ez nagyon nehéz, mint most, mint anyának nehéz ez, tehát nem sokat szeretnék róla beszélni, de az megint egy olyan, és tudják, bocsánat, hogy mi a, az a szép az egészben, hogy aztán eltelik egy jó pár év, ami kiheveri az ember ezt az odavezető utat, mert az odavezető utat, mikor a végére ér is bejelenti, hogy el akar válni, akkor a másiknál kezdődik ez az, ugyanez az út, aki nem vette ezt így észre. És akkor eltelnek az évek, és egyszer csak az ember úgy tudja, hogy ki volt az a nagyon fontos az életében. Ebben most a szerelmeket is, mert azok is voltak, azért nem csak házasságok voltak az életünkben. Kinél korábban. Hát most akkor muszáj megkérdeznem, hogy ezek szerint nem feltétlen az, akihez hozzá tetszett menni, ha jól értem. De, az benne van a pakliba, csak közben vannak emberek, akik így felbukkannak, hogy az nekem milyen fontos most, hogy ő volt az én életemben. Uh-huh. De akár ez például a Vajda Pista szinkron rendező, akit úgy felhívtam telefonon, és azt mondta, hogy na most mondd meg a beszélgetés végig, hogy miért hívtál, hogy mit mondom, semmit. Egész egyszerűen hozzá tartoztam. A Vivien Lee-től kezdve mindent veled csináltam. Te adtál nekem erőt az útra. Te mondtál nekem dolgokat, hogy az agyamat hogy használja, mert én egy ilyen idealista, ilyen szőke voltam is. Szőke alatt mit ért? De úgy, ahogy ezt szokták mondani. Abszolút, abszolút szőke, idealista, rebdes, és össze, és semmi. Szóval azóta már egy picit én, az, hogy ő okos, azt én nagyon irigylem. De most már tudom, hogy én sem vagyok annyira ostobátlan, vagy ostoba, amennyire én ezt gondoltam mindig. Önnek ez volt saját magáról az ön képe? Igen. És de ez közben, meddig tartott? Hát ez elég sokáig tartott. Sokszor a barátnőm szokta mondani, hogy ne, nyugodtan menjél, és mondd el, amit gondolsz. Nem vagy te olyan, ami... Volt egy fék a művésznőben, hogy én nem értek ehhez, én nem vagyok olyan okos. Na, igen, abszolút. Igen? Abszolút. És akkor néha meghívtak, és ott volt a Jancsó, meg a Szabó István, és akkor megfogalmaztam valamit a színészetről, ott úgy hirtelen kellett egy ilyen, és mondták, hogy én nem is gondoltam, hogy te ilyen okos vagy. És akkor én így
büszkültem egyet, hogy akkor, hát nyilván más az én okosságom, meg hát bölcsültem talán, És akkor egy csomó más ember is úgy felmerült az utóbbi időben, hogy meg kéne tudni, hogy hogy van. Mi nem beszél fel? Te miért mert nem talál, fel? Valamit, akit nem találok például, nem, hiába keresem, nem találom. Kereste őket? Volt, akit kerestem. A szerelem volt? Igen. És ilyenkor, ha az ember nem tudom hány év után megtalálna, akkor mit tud mondani? Vagy mi a... Végre tudnánk beszélgetni. Uh-huh. De tudja is, hogy mit mondana neki? Persze, tudom, biztos, hogy egyébként ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, úgy értve, hogy a hibákon kívül. Mert hát ez az én emberem volt. Hát, igen, de a hibák nem termelődnek ugyanúgy újra. Hát valamiért véget ért. Hát persze, de most már tudom, hogy azok a hibák, azok hülyeségek voltak, és az most már azok fölött lehet beszélgetni. A Jelessel is beszélgettem a telefonon nem olyan nagyon régen, és akkor úgy beszéltünk, és akkor mondta a telefonban, hogy jaj, hát én nem tudom, hogy te hány éves vagy, mert azt akarom mondani, hogy nem tudom, mondom, jaj, ne viccelj, hát én voltam a te feleséged, te pontosan tudod, az ne is mondd el, mert olyan jó volt visszautazni egy kicsit az időben. Szóval, hogy akkor mikor úgy összetalálkozik az ember, akkor a két fiatal találkozik össze még így telefonon is, meg nem tudom micsoda, és akkor az akkori problémát ki tudja már kerülni. És ugyanolyan zavarba van az ember, mondjuk egy ilyen találkozásnál, mint 30 évvel ezelőtt? Hát persze, de mondjuk, igen? Hát mondjuk a például a második férjem, mert most nem akarok mondom erről, hogy hosszan. Az a minimum, hogy berohanok, rúzsozok, felveszek egy jobb cuccot, hogy tetszeni akar az ember, aki őt szerette, vagy akit ő szeretett. Tehát ez természetes. Hát zavarban nem vagyok már, de lehet, hogy vagyok is zavarban. Még ezt most így nem tudtam megfejteni, hiszen ez 25 év volt. 25 év, és az előző az 3 év volt. Tehát az egy más idővallom. De... Mostanság, pláne így, hogy Pomázon lakik, sokat gondolkodik a múlton, ugye? Úgyhogy jó volt, nem volt jó, mit kellett volna? Mit rontottam el? Ezen? Hát hogyne, persze. Jönnek. Mondatok jönnek fel, mert nagyon kell vigyázni, mert eljön ez az idő, mert most én vagyok a rangidős, mindig én vagyok, ez borzasztó. De jönnek a mondatok. Egy forgatáson, egy mondat, hogy nem vettem észre a kameramannak valahogy úgy, szóval úgy lekezelően mondtam én azt a mondatot, hogy jön az föl, meg hogy hol történt az a hiba, amit nekem nem kellett volna már akkor elfogadni, és akkor kellett volna helyben lépni, és akkor kellett volna cselekedni, és akkor talán nem jutok el odáig, hogy muszáj elmenni, vagy ne. Szóval, hogy hú, nagyon, igen. De ez kegyetlen. Hát nagyon, hát az nagyon kegyetlen, persze. Meg a gyerekeimmel is így, hogy ott miért voltam türelmetlen, hogy és jönnek a mondatok, visszajönnek a mondatok. És hogy oldozza fel önön magát az ember? Ó, hát van, hogy felülök az ágyba, hogy jó, és akkor nyugi, és akkor azt mondom, jó, elmúlt, ez most ez már nem lehet már visszacsinálni. Hát majd az unokáimmal lesznek, remélem, akkor azokkal majd megpróbálom ezt kiküszöbölni. Péter, azért merlek erről kérdezni, nem bulvár dolgok után mennék, csak nyilatkoztad, és azt mondtad, hogy szerinted ez nem ciki, és erről lehet beszélni, ha már itt a vállást említettünk, hogy neked volt olyan időszak, amikor párterápiába jártatok. Vége? Micsoda? Vége van már. Jól jártok? Mi úgy gondolunk azért a párterápiára, mint a tornateremre, tehát, hogy néha megy az ember. De miért kell menni? Hát, mert van, a kapcsolatunkban is vannak erősebb és gyengébb időszakok, és a gyengébb időszakoknál sokkal hatékonyabb, hogyha ha már nem csinálsz azt a másfél órát dedikálod erre, mint ahogy most is jobban beszélgetünk, csak mert itt vannak mikrofonok, mint hogyha a büfében beszélgetni, más sem csinálsz dedikáltan, és hogyha vannak olyanok, amikkel így keresztbe megyünk, valaki szól, hogy lehetne így is menni, akkor, tehát hogy hatékonyabb szerint. És tud segíteni tényleg? Igen, nekünk nagyon sokat segített, de mi már akkor mentünk, hát én nekem egy pszichológus feleségem van, és az esküvőnkön volt egy prezi, amikor kezdődött a prezi, abban az évben, és abban volt egy diagram,
aminek az volt a címe, hogy készen állunk-e az esküvőre, és én már elvált voltam, tehát ez azért mozgatott. És a diagram az az, hogy mennyi pénzt költöttünk önismeretre, és mennyi pénzt költöttünk az esküvőre, és akkor vagy kész a házasságra, mondta az elméletem, amikor már többet, mint önismeretre. Na, csak amivel ezt akarom elmondani, hogy... Tehát ha az esküvőre többet költött az ember, mint önismeretre? Fordítva, nem? Nem, addigra terápiában többet voltunk, és még a házasság előtt is elment, de egyébként ilyen régen is volt jegyes oktatásnak, persze, hívták, igen. Most hívhatjuk párterápiának. Csak azt a pap de, tartotta, hogy... és igen, az egy másik, nem? Hát igen, de hogy amikor hazajöttünk San Franciscóból, azért az egy erős hirtelen változás volt, tehát hogy 2 év után, és most egyébként az utolsó, az márciusban, már emlékszem, már karantén volt, már online csináltuk, tehát hogy most voltunk utoljára. De hogy én erről tényleg azt gondolom, hogy jót tesz a kapcsolatunknak. Tehát, hogy van wellness szállodába is jó menni, meg párterápiába is, meg moziba is jó menni, meg beszélgetni is jó. De ez egy csoda, én ezt csodának tartom egyébként, mert akik életük végéig akár ilyen munka, úgymond munka árán eljutnak, azt komolyan mondom, hogy az a legnagyobb áldás az életben. Mert én is mindig úgy gondoltam, hogy életem végéig egy házasság, az életem végéig, és mikor bejönnek ezek a gigszerek, és nincs, aki segítsen, akkor nem volt, vagy nem is jutott eszembe, vagy senki nem mondta, hogy van ilyen. Akkor elment lehet, volna, ha tud ilyenről? Hát hogyha elmentem volna, és akkor sikerül végigvinni azt az utat, amit az ember olyan szépen eltervezett. És akkor nem mindig jönnek a hibák, és akkor ketté vág, és elválik az ember, és akkor ennyi. Hanem, hogy tesz érte. Hát ez egy nagyon nagy dolog. Hatalmas dolog. Szerintem vagy szégyenérzet, vagy büszkeség van, különösen a férfiakban szerintem. Nagyon sokba. Hogy nem ilyenbe, tudom, meg akkor vannak, ilyenhez... vannak ezek a csalások, hogy akkor azt meg kell mondani, nem kell megmondani, meg vannak ilyen dolgok. És én meg azt gondolom, és ha én lennék a terapeuta, hogy mindent el kell mondani, és akkor együtt kisírni, verekedni, feszegedni, megtörni, inni, nem tudom, leönteni egymást, és utána felállni, és még jobban szeretni egymást. Ez szerintem ez egy járható út. Ildikó, kicsit ilyenek voltak az ön szülei? Olyan, ilyennek képzelem. Nem. Nagy szívvel éltek? Nem, apukám elment tengerésznek. 26 évig a tengeren volt az apukám, és az én orosz anyukám nevelt gyakorlatilag minket. 26 évig? Nem volt otthon? Hát hazajött, de óceánjárón, tengerjárón dolgozott, tehát azért keveset láttuk, aput nagyon keveset, nagyon apás volt, és nagyon keveset. Nagy szerelem volt az övék. Hát, ott a háború végén, ott volt egy ilyen hatalmas lángolás, és akkor... Ő ugye ápolónő volt, az ön édesanyja? Hát elvitték a németek, igen, a Steyerig, és akkor azt mondták, vége a háborúnak. De, és akkor mehet, itt vannak az oroszok, lehet menni haza, és ott az apukám, a szőke, kék szemű, és ott a, hát ezt útkor meséltem valakinek, hogy fogalmam nincs, hogy mi volt köztük ott. Mert hát anyukám mesélt, hogy ott volt kerítés, meg macskát küldtek egymásnak, és akkor aztán egyszer csak elkuttyantott, hogy volt köztük azért valami. De hogy volt a kerítésen? Hogy volt ez az egész? Szóval anyuka, mert hogy ő is színésznő akart lenni, de az anyukája nem engedte, mert azt mondta, hogy nem lesz a családban pohóc. Mondta. És aztán képzőben mondta, hogy kurvá. De szóval minden ilyen különböző szemszögekből mesélt. Úgyhogy igazából én gondolom, hogy az egy nagy szerelem lehetett ott, és akkor meg is születtem azt a háború után, de... Na de hogy jutottak vissza? Hát hadifogoly volt az édesapja. Hát úgy, hogy dehogy is, kiment harcolni. Harcolni? Kiment harcolni, és rögtön beteg lett, valami bőrbaja lett, és akkor értem. A kórházba került, és akkor az anyukám még meg ápolók voltak, stb., és apukám nem harcolt egyáltalán, és akkor vége lett a háború. Ügyes. De ez véletlen, nem tudhatta. És akkor a bátyja, akik Ausztráliáig mentek, és az apukám elindultak Rákoscsaba új tele felé, és mondta anyukámnak, hogy jössz, és azt anyukám mondta, hogy megyek, és akkor ő 4 nap különbséggel mentek. Tudott egy magyarországi címet, és elindult, igen, hogy megkeressen az ő szerelmét. Rákoscsaba új tele. És egyszer csak bekopogott? Hogy... Bekopogott, kiabált, hát ez egy ház volt, és akkor senki nem, és egyszer csak jöttek a kis csirkék, és akkor tudta, hogy jaj, akkor van ott valaki, és az anyukám egy kreolbőrű,
kék szemű, eddig is rengeteg haja, barna haja, így csinált is lokniba, de közben már hát utazott nem tudom hány napja a személyvonaton, meg nem tudom, úgy piszkos volt, meg minden, de cigányasszony úgy nézhetett ki, és jött a nagypapa Krausz György, és a nagymama Bayer Luisa, szóval csak úgy mondom, hogy milyen egy család, és akkor anyukám azt hazudta, hogy hát ő a menyasszonya az apukámnak, és hogy nem mondják meg, ha hazajön. Ja, hogy akkor ő még nem volt otthon? Nem volt otthon, apukám érkezett később, mert a lovakat meg kellett, ott a lóistálót ki kellett takarítani, vagy nem tudom. Szóval nagyon érdekes történet volt, és akkor nem akarta a nagymama beengedni, de akkor mondta a nagypapám, hogy de hát, ha a fiunkról hozott hírt, és lessék beengedni, és akkor apukám később jött, 4 nappal azt hiszem, és akkor mondta, hogy de nem mondják meg, hogy itt vagyok. Németül beszéltek mind a hárman egymással, és akkor jött haza az apukám, és úgy húzta maga után, mondták, hogy nincs itt az orosz asszony, és akkor húzta a kis csomagját maga mögött, és bement a szobába, és akkor anyukám felült az ágyba, és mondta, ez is, ez se így történt. Azt mondta, hogy itt vagyok, Kárcsi. Anyukám nem tudott magyarul, tehát nyilván németül mondta, de ezt anyukám mindig így mesélt, és mindig nekem sírnom kellett, hogy így, itt vagyok, Kárcsi. És akkor apukám megfordult, és akkor odajött, megölelt, és tudtam, hogy jól döntöttem. Én örülök, hogy ezt láthattam, hallottam. Mársági Grékó és Halácsi Pétert látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Nagyon szívesen köszönjük.